15 éves koromban ezzel kezdtem el foglalkozni. Akkor az első zenekaromban basszusgitáros kerestek, és mivel nem volt rendkező, nem volt más ember, mondták, hogy te leszel az. Kezembe nyomtak egy gitárt, és akkor elkezdtem basszusgitározni. Aztán rajtam maradt. A Riffraff együttes, amivel AC/DC-t játszottunk, az egy AC/DC tribützenekar volt, és amikor annak vége lett 2017-ben, akkor tulajdonképpen, mint jó jogutód vittük tovább adni a Velorex GT-t. Ugye meg a Velorexnek volt már egy 2000-es évek elején, mert 99-2000 tájékán egy előzenekara, ami GT néven, csak simán Velorex néven futott, és ott csak magyar dalokat játszottunk, magyar rock számokat játszottunk. És most, amikor nevet kellett választani, akkor ez begorott nekünk, hogy hát akkor legyen Velorex. Ez nyer azt megmondta, hogy akkor ne legyen simán Velorex, mert ez már nem ugyanaz, mint volt. Akkor csapjuk hozzá egy GTI, és ugye mivel a GTI az már egy jó kis sportautó, tehát többet mutat ez az egész, mint amit eleve gondolna róla az ember, tehát egy Velorexről, tehát ennél azért ez komolyan. 17 óta ugye fokozatos a fejlődés. Általában gitáros cserék voltak, és hát nem tudom, 19-ben talán akkor jött a Fándi Erik hozzánk szólógitárosként, és onnantól kezdett komolyra fordulni a dolog, mert akkor már olyan dolgokat is el tudtunk játszani, amit korábban nem. Hát Deep Purple Live Star, ugye, amit nem nagyon kevesen mernek az bevállalni, meg egyéb ilyen komolyabb Deep Purple nóták, meg Rainbow dalok, amit hát mondtuk, hogy próbáljuk meg, szerintem most már menni fog is, és így is lett. Ugye is tavaly meg csatlakozott hozzánk a Bordi Csongor billentyűn, és még inkább ki teljesedtek a lehetőségek. Úgyhogy azóta meg még komolyabban belehúztunk a dolgba, és most már gyakorlatilag bármit meg tudunk csinálni, amit szeretnénk. Szexhárdon elég keveset a igazság, tehát maximum 2 ilyen klubbulit szoktunk csinálni. Hát most nyáron szerencsétlenül meghívtak minket a Borok és Húrok Fesztiválra, tehát ott volt szerencsénk játszani egy nagy színpadon komolyan cuccon is, de ez Szexhárdon nem jellemző, valamiért itt nem nagyon szoktak hívni minket. Szeretnénk, hogy itt Szexhárdra is legyen egy olyan zenekar, aki az ilyen klasszikus rock zenéket képviseli. Másrészt viszont nagyon büszke vagyok arra, hogy már a 7. éve itt a zenésztársaimmal, akár Szexhárdon, akár itt a környékben, akár a határon túl, és el tudjuk vinni ezt a zenét, és megmutatni, hogy még mindig van létjogosultsága ennek a műfajnak. Legfőképpen 2 nagy profilunk van, az egyik a motoros találkozók. Ugye van ennek a zenének ott egy beágyazottsága, ott vevők erre az emberek, úgyhogy rengetegszer megfordulunk különböző motoros rendezvényeken, elsősorban nyáron, de azért elő-előfordul a tavaszi őszi szezonban is. A másik meg, hogy mostanában szerencsére gyakran önkormányzatoktól is meghívást kapunk. Első zenekaromat 5. osztályos koromban alapítottam, az első motoros találkozómon meg 7-es voltam, amikor színpadra álltam, mint énekes először. Én alapvetően nem vagyok rocker. Én azt szoktam mondani, hogy nem vagyok rocker, rockzenész vagyok. De szerintem egyébként ez az a műfaj, ami örök, ami időtálló, és ami akárkinek még a mai napig is tud mondani valamit. Nekünk ugye mindennapjainkat is meghatározza a zene. Amikor emberekkel találkozom, és azt mondják, hogy ők csak otthon bekapcsolják a rádiót, vagy mondjuk munka közben, és csak hallgatnak valamit, az teljesen más kérdés, mint amikor mi tudatosan egy konkrét zenei albumot hallgatunk, vagy akár a YouTube-on, vagy a Spotify-on hallgatunk különböző célzott dolgokat. Úgyhogy nyilván nekünk zenészeknek, vagy zenéhez közelebb álló embereknek, vagy koncertre látogatóknak, akár
terápiás célra, akár mindennapokban egy doppingnak jó a zene. Van egy alapkoncepciónk, ez a Rainbow Whitesnake Deep Purple 3-as, és ezen kívül van egy-két beemelt dal, de sokszor változik el, szeretnénk változni, újulni, illetve tervben van egy Deep Purple műsor is, ami csak tisztán Deep Purple, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.